Dicsőség annak, aki volt, aki van, és aki el is fog jönni. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Köszönjük a dicséret csapatnak a szolgálatot. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Valóban nagyszerű dolog Istennek szolgálni. A legjobb dolog a világon. Ugyanis minden elmúlás alá van vetve, minden el fog múlni. Jézus azt mondta: Az ég és a föld el fognak múlni. De akik az Isten akaratát cselekszik, azok megmaradunk örökre. Nem tudok ennél jobb hírt mondani nektek, és itt most már hetek óta nagyon komoly hangsúlyt tettünk a reménységre. És ez az igerész, amit a zsidó levél hatodik fejezetéből felolvastam nektek, ez az igerész is a reménységnek és a hitnek a kapcsolatáról, a reménységről és a hitről beszél. És én is ezt szeretném, kimondottan azzal a szándékkal, keresetek helyet, találtok még van, egy-két hely még van, hála Istennek kell székeket vennünk, mert megtelik a terem az Úrnak a dicsőségére, és ez egy nagyszerű dolog. És rövidesen meg is veszük az Úr segítségével ezeket a székeket. Előáll a láthatóba, a láthatatlanból ezek a csodálatos székek. Tehát a reménységről a Biblia egyértelműen egy nagyon-nagyon fontos és nagyon pozitív dologként beszél a reménységről. A reménység valami olyanra vonatkozik, amit várunk, ami a jövőben elkövetkezendő várakozás valamire, ami Isten ígérete szerint be fog következni. És a mi a különbség a reménység és az illúzió között? Az illúzió az valamiféle olyan, például illúzió lenne nekünk, hogyha azt gondolnánk, hogy itt az állami elismerése annak, hogy mi most egyház vagyunk, ennek bármi ö, komoly jelentősége van. Ezek emberek, egy lélegzet van az orrukban, vannak, holnap nincsenek. A kormányaik is, az egész világon, nem csak Magyarországon, mindenhol. Ezek elmúlnak, jönnek, mennek. De tehát, hogyha ebben reménykednénk, hogy majd ők ezt csinálják, vagy azt csinálnak, ez illúzió lenne. De miután mi a reménységünket az élő Istenbe vetettük, és az ő beszédébe, ezért a reménységünk, ahogy itt mondja a zsidó levél, ez egy erős horgony, ami be van akasztva a mennybe. És erre a reménységre tudunk várni, Tudjuk kitartani, tudunk küzdeni azért a reménységért, és ennek a reménységnek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy megtart. A küzdelmekben, a nehézségekben, amikor feltekintesz az úrra, és az a reménységedre nézel, akkor ez a reménység muníciót ad, erőt ad arra, hogy kitartsál a küzdelembe, hogy végig fussuk a pályafutásunkat. Akinek nincs reménység, az egy rettenetes állapotban van, ahogy azt a palis mondta. Ez jön-megy, nem tudja honnan jön, hová megy, és ha bármi történik vele, úgy éli át, hogy, hogy semmiféle kapaszkodója nincs. Ellenben az a reménység, amiről a Biblia beszél, az egy erős és bátor horgony, ami a mennybe van beakasztva. A reménység szót a leggyakrabban, a Szentírás arra használja, hogy az örök életnek a reménysége, az igazságnak a reménysége, az örök élet reménysége a Titus 1-2-ben, az igazságnak a reménységét, hogy beteljesüljön az igazság, hogy eltöröltessék a hamisság, ez a Galata 5-5-ben van. Egy dicsőséges reménység, amikor ez a romlandó test romolhatatlanságot fog fölöltözni, a halandó halhatatlanságot, a gyalázatos test dicsőségbe fog öltözni. Ez a reménység, hogy vissza fog jönni az Úr, és átalakulunk egyetlen egy szempillantás alatt elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. Ez az a reménység, amiről János Apostol azt mondja, hogy akiben ez a reménység van, az megszenteli, megtisztítja magát, mert az egész élete arra vár, az egész életével arra készülődik, hogy bekerül ebbe a menyegzőbe, bekerül ebbe a lagziba, bekerül ebbe az Istennel való teljesen színről színre egyértelmű közösségbe, amikor eltűnik a fájdalom, eltűnik a sóhaj, nem lesz jaj, és Isten lesz minden, mindenben. Ez az a reménység, amiért futunk. Hogy meglássuk őt úgy, ahogy van. És az a reménység egy óriási erő egy hívő embernek az életében. Azt mondja a római levél 5. fejezete, hogy a próbatétel hozza létre a reménységet. Hogy amikor benne vagy egy próbatételben, akkor igazából az ember el, egy eljuthat odáig a lelk, saját lelki alapján, hogy hát most hagyjuk a túróba az egészet. Eldob fandlit kanalat. De fölnéz a reménységre, és azt mondja, kibírom, végigfutom, megcsinálom, mert tudom, hogy kihez tartozom. Tudom, hogy miért kerültem ő hozzá. Tudom, hogy miért őt választottam. És ez a reménységről azt állítja utána a római levél, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg és megmondja, hogy miért nem szégyenít meg a reménység. Tehát, amikor belekapaszkodsz a reménységbe, azt mondja, azért nem szégyenít meg a reménység, mert az Istennek a szeretete a Szentlélek által kitöltetett a szívünkbe. Tehát a Szentlélek teszi ezt a reménységet élővé és valóságossá. És ezért történik az a fantasztikus dolog, hogy emberek önmagában a reménységüknek Nyomorult helyzetükben, a reménységben örvendezőek tudnak lenni, hogy a Róma Levül 12. fejezetének a második versében azt mondja, hogy a reménységben örvendezők legyetek. Ennek az ékes példája volt, amikor oda dobták a római amfiteátrumban, a cirkuszban a hívőket az oroszlánok, meg párducok, meg vadállatok elé, és ezek az emberek nevettek, ujjongtak, örvendeztek, énekelve dicsérték Istent. És semmit nem vettek észre abból, és semmit nem reagáltak arra a nehézségre, pedig ott vadállatokkal tépték szét őket elevenen, hanem teljesen a reménységük ebbe az örvendezésbe vitte, de hogyan? Úgy, hogy a Szentlélek betöltötte őket. Vagy gondoljatok, ami szeretett István atyánk fiára, akit kövekkel dobáltak, és agyonkövezték, és az ő pedig meglátta a reménységet, Jézust az atyának a jobbján, és azt mondta, dobáljátok nyugodtan a köveket, mert én látom Jézust az atyának a jobbján. És azt mondta, uram, bocsáss meg nekik, ezek nem, tudnák, nem tudják, hogy mit csinálnak. És utána elaludt. De amikor Ella lecsukta a szemét, a következő pillanatban tudjátok, hol volt a mi István atyánk fia? Jézusnál. És azt mondta, csáfiuk, dobáljátok csak nyugodtan arra a testre a köveket, én már ott vagyok a mennyben az atyánál ez az a reménység, ami, ami, örvendezésre képessé tesz bennünket. Tehát nagyon nagy dolog, és nagyon fontos dolog a reménység. Ugyanakkor a reménység az elsősorban egy megtartatásra tesz képessé bennünket, megtartásra, kitartásra, horgonyra, horgonyként működik az életünkben, és a hit pedig, hogy a zsidólevél 11. fejezetének az első verse mondja, a hit pedig a reménylet dolgok valóságként való kezelése. A hit, figyeljetek, a hit azt, amit remélek, lehozza a jövőt a jelenbe. Valósággá teszi. A nem látott dolgokról való meggyőződés, és a reménylet dolgoknak a valósága a hit. Tehát a hit egy olyan szellemi, Szellemi forrásunk, egy olyan szellemi létező, ami ezt a jövőbeli reménységet realitássá, valósággá teszi. A hit, miközben a reménység vár, és a reménység örvendezve vár, a hit az aktualizálja az Istennek az ígéretét, az behozza a jelenbe az Istennek az ígéretét, és a reménység egy nem passzív, de várakozás, a hit viszont egy egyértelmű és aktív, cselekvő magatartás. A hit az egy gondolkodás, a hit az egy beszéd, a hit az cselekvés, a hit az életmód. Persze a reménység is, és a kettő nincsen elválasztva egymástól. Mert a hit a. Hitáltal tudunk reménykedni, és a reménység táplálja a hitünket. De mégis különbség van, mégpedig elég komoly különbség van a reménység és a hit között. Amíg az ember reménykedik, például abban reménykedsz, hogy majd meggyógyulsz, én azt gondolom, hogy lehet, hogy meggyógyulsz, de a hiszel, akkor egész biztosan. Tehát a hit az belekapaszkodik, beleakad, belenyúl a hit, a, a, az ígéretbe, hogy úgy mondjam, a hit az birtokba veszi az ígéretet azáltal, hogy jelen időben rántja át. Mondok példát. Bibliai példát. Emlékeztek a vérfolyásos asszonynak a történetére. Sokan hallottak Jézusról. Sokan ott tolongtak Jézus körül. De ez az asszony, amikor hallott Jézusról, valahol ott belül a bensejében, Létrejött ez a szellemi csoda, ez a meggyőződés, sokat beszéltem róla, de még nem eleget, az elenkosz, amikor egyszer csak elúzák a függönyt, és az, ami odáig információ volt, egyszerűen tény, realitás, meggyőződésé válik. Földgyullad a villany, hogy ja, hogyha én megérintem ennek a Jézusnak a köntöse peremét, szegélyét, akkor én meg fogok gyógyulni. Ez a Jézus engem nem fog elutasítani. Ez a Jézus, ha én meg tudom érinteni, ha találkozni tudok vele, akkor meg fog gyógyítani engem. Ez volt az asszonynak a hite. És ezzel a hittel átfurakodott a sokaságon, és megragadta az urat. És egy nagyon érdekes dolog van ott leírva. Jézus nem tudta, Hát legalábbis ez van ott leírva. Nem tudta, hogy ki érintette meg, hiszen megkérdezte, hogy ki érintett meg engem. Azt érezte, hogy megérintette valaki. Mert az erő, az erő kilépett Jézusnak a testéből. Az Istennek a, az aktuális ereje kilépett Jézus testéből. Tudjátok honnan van az élet meg az erő? Azt folytatom utána a vérfolyásos asszony, de ez ez a, leg, ez, ez a legizgalmasabb. Nézetek ki! Hihetetlen süt a nap. Kék az ég. Ez már nem reménység, ezt látjuk. De nem is hit. Ez már megvan. Olyan energiák, beszéltem a múltkor is erről. Olyan élet, olyan energia van a látható világban, hogy az szinte elképesztő. Az megdöbbentő. Jó, amikor nagyon oda-vissza volt, akkor, akkor, Isten megjelent neki, és azt mondta, hogy na jó, tudatlan beszédeddel itt feltartóztattad az örök rendet, most akkor figyelj ide, akkor én kérdezlek téged, te taníts engem. És akkor elkezdte kérdezni Jobbtól, hogy figyelj Jobb, hogy csináltad az égboltozatot, meg a csillagokat? Meg hol szabtál határt a tengernek? Meg mikor volt az, amikor te egyetlen egy növényt kinövesztettél, hogy gabona legyen belőle? Vagy egyetlen állatot, hogy tojásrántotta legyen belőle? Hát csinált már valaki tyúkot? Vagy tojást? Vagy tejet? Hát ilyen szintetikus izét, de ahhoz is valamit használt. Testvéreim, annyi energia van, annyi élet van, olyan erő van a teremtett világban, hogy az ember elkáprázik. A múltkor is mondtam. Hát ezt gondoljatok bele, mi mozgatja a tengert évezredek óta. Gigatonnák. Nem is tudom kifejezni, én a számot nem is tudok mondani, mekkora súlyokat mozgat ez az energia. Micsoda hő áramlik onnan a. a, a, a... Na mi van Emilkém? <laughs> Minden rendben van. Látom, suktok buktak, jó van. <laughs> Hogy. Olyan e a nap. Ennek igen, köszönöm szépen a napból annyi energia jön, és az egész úgy be van szabályozva, hogy ne elégessen minket, hanem pont ki fogja hajtani a növényeket, át fogja törni az avart, amit a hó rányomott, és ki fog bújni a hóvirág, már van, ahol ki is bújt, és kijönnek a rügyek, és minden elkezd tombolva élni. És az eper, meg a görögdinje, meg az őszi barack, hát ezeket nem ember teremti, és nem teremtette soha, Egyetlen egy fajra, tudjátok, az ember nagyon büszke, hú, micsoda mezőgazdaság, ipa, semmit nem csinálunk. Amit eszel, azt mind az Istennek köszönheted. A kenyeret, a búzát ő növeli. tehát az ember csak bedobja a földbe, aztán jön, hogy jön, mit tudom én, hogy jön. Jön belőle az élet, ömlik az élet belőle. És az az élet, ez az élet bele van sűrítve, az Teremtőnek, a teremtőnek az élete bele van sűrítve ebbe. Az igébe. Az ige. Az ige tartalmazza ezt az életet. Ő tartja fenn, ő mozgatja, ő belőle jön ez a borzalmasan, fantasztikus, hatalmas energia, élet. Ebből lesz az őszi barack. Ebből gyógyul a tested, ebből tudja a miridet, hogy mennyi, mennyi inzulint kell termelnie. Ebből tudja az epét, hogy hogyan májat, hogy hogy váltsa ki az epét, mit tudom én, mit csinál, az egész szervezetünk ki van tanítva ezzel a fantasztikus, örökkévaló Istennek az élete által. Én rá... Szóval megdöbbentő, hogy mi folyik itt, kérem. Megdöbbentő és meg leülünk a laptop elé, és lajkolunk, like meg a televízió elé, és nyomogatjuk azokat a vackokat, és nézzük, hogy az emberek merre kavarják, vagy merre nem kavarják. És közben az egész teremtett világban tombol az élet. És te benned is tombol az élet, és bezárod magad egy laborba, hogy oda bene férjen valahogy. De ott is ott van. És ez az élet, az ige által jön hozzád. És ez az élet, amikor jön hozzád az Isten igéje, és te hittel párosítod az igét, akkor az igében levő enyészetetlen élet ereje egy bum, fölszabadul. És robbanás szerűen átváltoztatja a körülményeket körülöttünk. Ez a hit. És ez az asszony, ez a vérfolyásos asszony visszakanyarodjak oda, a vérfolyásos asszony megfogta Jézus köntösét, és azt olvassuk, hogy Jézus nem tudta, hogy ki az. Mert valaki megragadott. És nem Jézus döntött arról, hogy az erő kijöjjön belőle, hanem az asszonynak a hite, hogy úgy mondjam kiváltotta ezt a reakciót az Isten fiában levő életet, hogy úgy magához rántotta, és abban a pillanatban meggyógyult a bajából. A reménység megtart. De a hitről meg azt mondja az Isten igéje, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. A hitről azt mondja, hogy ha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. A hitről azt mondja a Márk evangéliumában, hogy legyen hited olyan, mint az Istennek. Hát én mondtam most az Úrnak, hogy jó, legyen. Hát ő mondta. Ő mondta, hogy legyen olyan hitem, mint az övé. Tudjátok, amikor a nem a fügefánál mondta, hanem ott mondta, amikor a, az epilepsziás fiúnál. Hogy legyen olyan, nem, a fügefánál mondta. Mindegy a lényeg, hogy mondta. A lényeg az, hogy azt mondta, azt mondta az Isten fia, hogy legyen olyan hited, mint az Istennek. Legyen benned az a hit, hogy az a meggyőződés, az az ellenkoz mint az Istennek. Hát ha ő azt mondta, én szívesen, én köszönöm és szeretném, én elfogadom, hogy ő akarja, legyen. Tehát a hit az elmozdítja a hegyeket. A reménység megtart, de a hit az aktív, az cselekszik, az birtokba veszi az ígéreteket. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan jön létre a hit, mert ez nagyon izgalmas dolog. Erről tartottunk egy háromnapos előadás sorozatot is a hit titkairól. De hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni, az a római levél tizedik fejezetében van leírva, hogy a hit pedig hallásból van, tehát meghallod az Istennek a felkent üzenetét, igéjét, azt az igét, ami tele van életten, energiával, enyészetetlen élet ereje van abban az igében, és az az ige hittel párosulva fölrobban benned. És erről mondja, hogy a Krisztus rémája, tehát a felkent, hozzád küldött aktuális ige hozza létre az elenkoszt, vagyis a meggyőződést arról, amit nem látsz benned. Ez alapértető ez? Tessék ezt megjegyezni. Krisztus rémája, tehát a felkent ige, létrehozza a meggyőződést, az elenkoszt. Ki fogom kérdezni legközelebb. Ugyanis ezen múlik, ha, ke ha keresed az urat, ő akar szólni hozzád. Ő szól is hozzád. Akik szorgalmasan keresnek, azt mondja, azok megtalálnak. És ez a felkentige, az igének a hallása létrehozza ezt az elenkoszt. Ugyanígy történt, mint a Máriának a méhébe. Bekerült a romolhatatlan maga Máriának a méhébe, és mi lett belőle? A messiás, A Krisztus. És miért történt ez? Mert a Mária azt mondta a meglátogatásakor, hogy imhol van az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a Te beszéded szerint. Legyen én bennem a Te beszéded, igen valóság, ámen. És Istenek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban így van megírva, igen és nélet. tehát megnyerhető, megtapasztalható, átvehető hitáltal, az Isten dicsőségére és a mi hitünk által. Hát óriási ö, lehetőségek vannak, ilyen értelemben is a hitben. Hát mit tudunk mi tenni? Itt elhatározhatjuk rettenetes módon, hogy most akkor hinni fogunk. De az a helyzet, hogy ez nem így működik. Fontos a mi elhatározásunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, uram, imolhat a szolgád szólj Uram, hallja a te szolgád, csak egy szót szólj, meggyógyul a te szolgád, és elhatározzuk nagyon, hogy hinni fogunk. De a dolognak ez igen-igen fontos, de csak az egyik oldala. A másik oldala az az Isteni oldal, hogy Isten az, aki szól. Ezért mondta a százados, hogy csak egy szót szólj Uram, és meggyógyul a te szolgád. Felolvasnék a Jakab apostol leveléből. Ezt az új fordításból olvastam. Jakab 2. Tehát van egy része a hit. Szeretnénk, ugye, hogy a, a reménység megvan, de szeretnénk, hogyha a hitünk aktívabban működne. Azok az igazságok, azok az igék, amik ott vannak a... A, az Isten ígéretei között azok megvalósuljanak az életedbe. Te is szeretnéd, igaz? És akkor van ott az ember, és dolgozik, 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 és azt mondja, hát lehet hozzám nem is szól az Úr. De szól. Szól éjjel és nappal. Szeretnék valamire rámutatni ezzel kapcsolatosan. Jakab 2 és a 14. versről olvasom. Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit. Vajon az ilyen hit által megmenekülhet-e? Ha például valamelyik testvéredeknek, akár férfinak, akár nőnek nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie, akkor hiába mondjátok neki, Isten veled, remélem nem fogsz fázni, és lesz mit enned. Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugye mit érnek a szavak? Bizony nem érnek semmit. Ugyanúgy van ő hit is. Ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony. Valaki esetleg így érvelhet. Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik. Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit. Én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek. Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes, a jó Isten. Szokták, jó, jó, jó Isten így, a jó Isten úgy. Helyes, de gondoljátok meg, ezt a gonosz szellemek is hiszik. És reszkednek a félelemtől. Óti ostobák, mondja Jakab, nem én. Bebizonyítsam nektek, hogy az a hit, amelyből nem következnek tettek, nem jó semmire. Ábrahám ősapánk kis azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett. Felajánlotta Istennek az oltáron a fiát, Izsákot. Ebből láthatjátok, hogy Ábrám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be, amit az írás mond, Ábrám hit Istennek, bízott benne, ennek a hitnek és a bizalomnak az alapján Isten pedig elfogadta Ábrahámot és a barátjának nevezte. Látjátok tehát, hogy az ember a tetteit, az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára? Pusztán a hite által ez nem lehetséges. erre példa a prostituált Ráháb. Ő is a tettei alapján lett Isten számára elfogadhatóvá, amikor házába fogadta az izraeli kémeket, és segített nekik, hogy másik úton meneküljenek el az üldözők elől. Ahogyan az ember teste halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, ha nem tesz semmit. A Jakab egyben még azt mondja Jakab apostól, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, az kérje Istentől. És ő mindenkinek szemreányás nélkül adja. De utána azt mondja, de kérje hittel semmit sem kételkedve mert aki kételkedik, azok hasonlatos a tengernek a fövenyéhez, amit ide és tova hány a hab. És utána mond egy nagyon csúnya dolgot a Jakab, azt mondja, hogy ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kap az úrtól, a kétszívi minden útjában állhatatlan ember. Tehát Isten egy elképesztő szeretetet, elképesztő kegyelmet, irgalmat, jóságot mutatott be, akkor, amikor a kereszten a fiát odaadta, és minden ígéret, ahogy a Tamás is elmondta, Jézus Krisztusban a miénk lett, mert lehetetlen, hogyha őt odaadta, akkor vele együtt ne ajándékozzon mindent mi nekünk. De mi hajlamosak vagyunk ezt a dolgot, csak a jövőbeni dolgok, jövőbeni ö, ö, ígéretekre kivetíteni. Az egyház is hajlamos erre. És egyénileg is. És amikor arról van szó, hogy az, ami a láthatóban egy konfliktus van, és a láthatóban olyan dolgok történnek, amiről az Isten igéje azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor mi azt mondjuk, hogy hát még így, hát még úgy. És meg lehet azt magyarázni, hogy miért nem hiszünk, és elmondhatjuk, hogy, hogy én ezért nem, meg azért nem, de ez nem segít. Itt arról beszél akabapostól, hogy a hit halott a cselekedetek nélkül. Én konkrétan szeretném nektek ezt mutatni. Először bibliai példával aztán pedig szeretném ö, ö, a, a mi életünkből vett példákat is mondani ezzel kapcsolatosan. A Guta ütöttnek a példáját mondanám. Ismeritek a történetet, hogy Jézus körülvette egy nagy sokaság, és volt a torlasztestvérek, ahogy a Béla mondja nagy sokaság vette körül, és ott volt benne a házban. És jött négy barát, és hozták ezt a gutaütött férfit. És a négy barátnak az volt a meggyőződése, hogy hogyha valahogyan eljuttatja a gutaütött barátját az Isten fiához, a mesiáshoz, ha ez a ö, béna, gutaütött ember tud találkozni a názereti Jézussal, akkor lehetetlen dolog, hogy a barátjukon Jézus ne könyörüljön, ne segítsen rajta, ne gyógyítsa meg. Olyan komolyan vették ezt a meggyőződésüket, hogy a torlaszt testvéreket, most lefordítom, Bélával beszélgettünk erről, meg több, akik ott lötyögtek és lesték a farizeusokkal együtt, hogy mit csinál Jézus, hogy beleköthessenek. Vagy mit tudom én mi? Ki így, úgy, ki, úgy, mindenhogyan. Volt, aki marára el volt keseredve. A vérfolyásos asszony esetében, ajjajjaj, aj, aj, és ott nyafogott Jézus körül. Az asszony megjött, és puff, megfogta. Ezek a barátok, ezek annyira megvoltak voltak győződve arról, hogy Jézus itt van. Hogy az Isten fia van itt. Hogy a mesiás van itt. Hogy ő egy könyörülő és irgalmas. Hogy ő nem kárhoztat, hanem azért, hogy megszabadítson és meggyógyítson. Fogták, és lebontották a ház tetejét. Képesek voltak köztörvényes bűncselekményt elkövetni, kárt okoztak abban a házban, azért, hogy a barátjukat valamilyen módon eljuttassák a messiáshoz. Ez a hit és a cselekedet. Na most fordítsuk egy kicsit magunkra. Jézus itt van? Biztos, hogy itt van? Ugyanaz a Jézus van itt, aki ott a, a, a Gutaütött esetében? Ez egy másik kicsi Jézus, nem? Ez egy magyar Jézus. 130 cent is. Összement erejében, kegyelmében, meg mindenben. Nem. Ez eretnekség lenne. Ez a megdicsült Jézus, ugye, a tanítói hivatalnak. A... Még nagyobb Jézus van, de itt van ez a Jézus. Akkor én kérdem, miért nem hozod ide a barátodat? Azt mondják az, mert nem gutaütött. Neve hát, gutaütött, mert nem ismeri Jézust. Tele van minden bajjal, betegséggel, nyavaj a korsággal. Miért nem visszadod a Jézushoz? Miért nem bontod le a ház tetejét, hogy találkozhasson? El fog kárhozni. A pokolba fog kerülni. Ha nem találkozik az Isten fiával, semmi esélye nincs az életre. Miért nem hozod a barátodat? Miért nem hozod a rokonodat, a testvéredet? Mondja, hogy nem akarnak eljönni. Hát van olyan is, jó, nem kell erőltetni, meg nem kell erőszakoskodni. Igazad van. De azért biztos van olyan is, aki, hogyha kicsit forszíroznád a dolgot, eljönne. De én azért azt mondom, hogy elsősorban talán azért nem hozzuk ide a barátainkat annyira, mert az a hit nem olyan stabil és erőteljes, és halott a cselekedet hiánya miatt. Bizony. A vérfolyásos asszonynak nem azt mondták a, a bizonyságtevők, hogy lehet, hogy meg fogsz gyógyulni a találkozó Jézussal. Hanem azt mondták, hogy ha találkozik, ha te meg tudod érinteni, akkor meg fogsz biztosan gyógyulni. És az asszony rohant és megragadta. A hit a cselekedetek nélkül halott önmagában. És a cselekedet által lesz élővé a hit. Tehát ö, mondanék akkor, és el kell takarítani az útból a tetőt. El kell takarítani a hitnek az útjából, a Jézussal való találkozás útjából, le kell bontani az akadályokat, a tetőket. És ki kell kerülni a torlasztestvéreket is. Tehát ha nem lehet bejutni Jézus jelenlétébe, a vallásos közeg miatt, akkor meg kell keresni azt a módot, akár a tetőn keresztül is, hogy ő hozzá vigyem az embert. Amen? De mondanék, ö, ö, a mi személyes életünkben, mondjuk egy nagyon egyszerű dolog, hogy amikor találkozol különböző akadályokkal, nehézségekkel, akkor Hát több területen le lehet mérni, hogy vajon a cselekedeteink a hit alapján vannak, vagy pedig nem. Le tudod mérni először is legfontosabban, legjobban a gondolkodásodban. A hit az egy gondolkodásmód. A hit a tudomásul veszi azt, hogy a körülmények ezt mondják, de a hitet a gondolkodásával foglalhet. Nyugodtan, Kati. Ahova jó lesik. Vannak helyek, ő le nyugodtan. Tessék. Ott van Julika mellett, egy nagyszerű helyed van. No. Figyelembe veszi a hit a látható valóságnak az információit, de a hit el van foglalva azzal, hogy arról a dologról mit mond az Isten igéje. És amit az Isten igéje mond, az Fölébe kerekedik a hit, hit miatt, a hit, hit szeme által, a hit gondolkodása által, fölébe kerekedik annak, amit a látható valóság üzen. Ez egy trenérozás, ez a hitnek egy harca. De egy gondolkodás mód. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mi a láthatónak az üzenete. A láthatónak az üzenete az volt, nem vagytok egyház, büdös lábuzekta vagytok. Megvonunk mindent. És a hit pedig mit mondott? Az én hitem mit mondott? Az én hitem azt mondta, ti pedig az úr papjainak hivattatok, hallottátok nem egyszer. A mi Istenünk szolgáinak neveztettek. A népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekeztek. A gyalázatotokért kettős jutalmat kaptok. Két részt örököltök. Örökös örömö lesz a fejeteken. Mert én az Úr gyűlölöm a magassággal szerzett ragadományt, és megadom híven a jutalmukat. És ismert lesz a maguk a népek között, és a magzataik a nemzetségek között, és akik meglátják őket, megismerik, hogy ők Istentől megáldott szent magok. Amióta az Úr szólt nekem ezt az igét, én minden nap megemlékezem, ő elé viszem, magamat is emlékeztetem, a gondolkodás módomat nem engedem át annak, hogy úgy gondolkodjak, mint az anák fiai, akik sáskának látták az Izraelt, és ők is magukat. A hit egy gondolkodásmód. A másik, ahogy le tudod mérni, hogy hol tart a hited, az a beszéded. A beszéded. Rengeteget beszélünk erről. Beszédedet jó esetben te irányítod, nem? Férfiak, nők, Hol te, hol nem? A szívbőségéből szól a száj. A jó ember az ő jó kincseit onnan hozza elő. Na most nézd meg! Ha panaszkodsz, folyton, ha zúgolódsz, ha morogsz, ha zúg a volga, meg zúg-morog az éjbogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, azután elhallgat, és aztán csak jajgat. A beszédedből meg tudod mérni, hogy mi a hited. Hittem és azért szóltam, mondja Pál. Na, no, ha igen, nyomorult és megalázott voltam. Amikor szembe vagy egy problémával, egy, egy konfliktusba vagy, a beszéded meghatároz téged. Amikor eltemeted magad élve, akkor nem a hitnek az alapján állsz, és akkor ne ámítsd magad azzal, és te meghatározhatod azt, hogy mit beszélsz. Milyen szó volt róla, hogy reggel az atyafi fölkel, dicsőséget ad Istennek, megvallja az igéket, amik őrá vonatkoznak, délután meg leülnek az asztalhoz, az asszonyal, és azt mondja, hogy nagy bajban vagyunk, szóra, ez van. És elsorolják háromszor annyi időben azt, hogy mekkora, mennyire nem, nem, is, nem az az igaz, amit az Isten igéje mond, hanem az, amit a látható valóság közvetíti. És erről beszél Jakab apostol nem elítélőleg, hanem felvilágosítólag, hogy nem kap semmit így az ember. Kap. Tudod miért kap? Azért, mert nem teljesítménybe bérbe vagyunk Istennél. Óriási jó hír a kegyelem. Tehát mi olyan sötétek lehetünk, mint a fekete lyuk. Abban a pillanatban, amikor segítségül hívod Jézus Krisztusnak a nevét. Abban a pillanatban, amit egy szikrányira hiszel az ő vérében. Abban a pillanatban, amikor felrémlik előtted, hogy a főpap közben jár és könyörög érted, hogy ő a pásztorod, akkor ott a mennyben eltöröltetik az összes hülyeség, ami kijött a szádon. Összes ostobaság, és megint újra kezdhetsz, és megfutatod a hitnek a pályáját, és hirdetheted, hogy az Istennek van igaza. Tehát a hit gondolkodásmód, a hit beszéd, a hit cselekedet. Például, most mondok egy, Mostani körülmények között is, de mindig nagyon aktuális. Amikor anyagi helyzetben van a dolgozó, sárga csekkek vonulnak a felők alatt, el akarják tak takarni a napot, meg a banki hitel, meg a svájci frank. Hát két dolog szükséges, drága testvéreim, majd. Van egy barátom ennek nagyon jó bizonsága van, csak még le kell csillapodnia ezzel kapcsolatosan. De majd el fogja mondani. De a lényege a dolognak. Ha vétkeztél ezen a területen, ha mohó voltál, ha olyan dolgokba mentél be, amiről azt mondja az Isten égéje, hogy a ki hirtelen akar meggazdagodni büntetlen nem marad. Ha azért vettél fel és mentél be mindenféle kétes, akkor persze nem kétesnek tűnő pénzügyi tranzakciókba mert ez a testi kívánság mozgatott, az első dolog, hogy bánd meg, és kérjed Istent, hogy bocsássa meg ezt. És utána váltsál át, és át kell váltanod, hogyha hiszel abban, hogy Isten neked a gondviselőd, és nekem is az, és én is hiszem. Hogy ő az én pásztorom, hogy ő az, aki megígérte, hogy betölti minden szükségemet dicsőségesen az ő felséges gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. Tehát meg kell térni azon a területen, ahol loptál, ahol mohó voltál, a pénznek a szerelme mozgatott, meg kell térni. Azt kell mondani Istennek, Uram elszúrtam, bocsáss meg. És utána tudod mi az, ami, ahol lemérődik a hited az anyagi területen? Mi a cselekedet, amivel átigazolsz az Istennek a gazdasági rendszerébe? Az adás, így van. Mert a jókedvű adakozót szereti az Úr. Nem egy üzleti alapon, hanem azért, mert az Istennek a, 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 a természetéből akarsz élni. És elkezdesz adni abból, amit van. Ha öt forintot, öt forintot. Abból, amit van. És kifejezed Isten felé azt, hogy ő hozzá tartozol. Ez a hitnek a cselekedete. Nekem magyarázhat, meg mondhatod, hogy jaj, majd a jó Isten így gondot visel, meg úgy gondot visel. Amíg nem adsz, addig ez duma. Duma és nem hit. És nem a gyülekezetnek van szüksége arra, hogy te adjál, hanem neked van szükséged arra, hogy felismerd, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor elkezdesz egy adalkozó életmódot hitből élni, erre Isten válasza ugyanaz, mint a vérfolyásos asszonynál a gyógyulás meg fog áldani. De te mondod, hogy nekem nincs annyi, hogy tudnék adni. De van. De van. A fösvénység az bálványimádás. Biblia alapján. És nagyon sokan azért forognak anyagilag így a saját köreikben, mert nem mernek kilépni az adásba. Nem akarunk senkinek a zsebébe kotorászni. Mondom, nem a gyülekezetnek van erre szüksége. Ez érvényes az érzelmi területen is. Tudod, miért magányos nagyon sok ember? Mert nem osztja meg a szeretetet, nem osztja meg az érzéseit, nem osztja meg magát, nem el van foglalva saját magával, és ezért magányos, Amint elkezdenéd adni, a szeretetet, az együttérzést, te is kapnál. Adjatok, így mondja Jézus Lukács 4-ben. Adjatok, és nektek is adatik jól megrázottat, színültik, teltet, vetnek a ti öletekbe. Tessék, van közöttünk egy sámson. Úgy hívják, hogy Piszteri Bolya. Egy kézzel képes volt egy asztalt a helyéből kimozdítani. Több ember rakja a helyére, ha bírja. Úgyhogy vigyázzatok az ervinékkel nagyon. Ugyanez érvényes a betegségekkel kapcsolatosan is. Tudom, és egy pillanatra se szeretnék senkit se károztatni azért, hogy miért nem gyógyultál meg, azért nem gyógyultál meg, mert nem hiszel eléggé. Nem így van. Nem így van. Nem így van. Az van megírva az Isten igéjében, hogy hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve öröklöd az ígéretet. De itt rendkívül fontos, amire szeretném a figyelme figyelmedet ráírni. Nem tudjuk, hogy hogy vannak ezek a dolgok igazából. Nagyon sok mindenről nem tudjuk. Hogy az idők hogy vannak. És ezek óriási nagy kérdések, hogy mikor, mikor, mikor már. És én vagyok az egyik legtürelmetlenebb ember itt a gyülekezetben. Tanúsítja az Ervid is. E bizonyság, igaz? Hát így van. Két bizonyságra minden megáll. És szeretem, hogyha a dolgok működnek, és mennek, és történnek. De igyekszem türelmes lenni. Vagy nem? Na jó van. És ezekkel az emberekkel én állandóan együtt vagyok. 15 éve, hála Istennek. Mert egymásnak a terét hordozzuk így töltjük be a Krisztusnak a törvényét. És még ehhez jön az Emil. Ő a marcipán figura a tortán. Na jó. Kizavartatok. Igen, mit akartam mondani? Gyógyulás, gyógyulás, de benne voltam egy nagyon jó gondolatban. Hit és békességes tűrés által örököljük az ígéretet. Igen. Amikor, Így van, a mikor. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdés. Az, hogy mikor? Tehát én, én nagyon idegesít engem a mikorok. És elkezdtem nézni a Bibliában, hogy, hogy mit mond erről az Isten igény, hogy mikor már. És tudjátok, az apostolok cselekedetei így kezdődik, hogy a tanítványok jönnek Jézussal, és azt mondják, hogy hát mikor fogod már végre helyreállítani a királyságot Izraelnek. Gyakorlatilag azt kérdezték tőle, hogy no jó, most bevonulunk, te beülsz a királyi székbe, mi a jobb oldalon és a bal oldalon, a rómaiak el, mi átveszünk az uralmat, eljön az Isten királysága, és végre rendi lesz, és így lesz jól. Ezt kérdezték, mikor fogod helyreállítani a királyságot Izraelnek? Igaz? Azt mondod, mikor gyógyítod már meg? Mikor szabadítod már meg? Mikor öntöd ki azt a szellemet a magasból? Mikor cselekszed a te nagy csodáidat? És mi volt a válasz? Az volt a válasz, hogy nem a ti dolgotok. Tudni az időket, amiket az atya a saját hatalmába helyezett. De nem fejezte be itt. Hanem azt mondta, hanem vesztek erőt. Amiután a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem a tanúim. Jeruzsálemben, Júdájában, Szamáriában a föld végső határáig. Nem a mi dolgunk. Én nem tudom megmondani, hogy a dezső mikor fog fölállni, de föl fog. Én hiszem, hogy fel fog állni. Mert feltámad neki, aki féli a nevet, az Úrnak a nevét, az igazságnak a napja. És gyógyulás lesz az úr szárnyai alatt. Én nem tudom ezt meg, én csak azt tudom tenni, hogy minden nap imádkozom. Én azt tudom tenni, hogy zörgetek, mint az a bizonyos özvegyasszony, és akkor arra számítok, hogy egyszer azt fogja mondani az úr, hogy addig idegesítem őt ezzel a zörgetéssel, hogy ma már más nem, akkor csak azért is meggyógyítja. <coughs> és hogyha mi így együtt elkezdünk zörgetni egymásért, és jól fölidegesítjük az örökké valót a zörgetésünkkel, nem vág nyakon, hanem meggyógyítja. Hát így van leírva a példázatban. Azt mondja, hogy hogyha azért nem is, hogy miért zajongtok? Na inkább meggyógyítom, csak már ne zaklasson annyit. Megtehetjük. Így van megírva az Isten igében. De a mikorra mégiscsak az a válasz, hogy nem a ti dolgotok. De azt is megmondja, hogy hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve örököljük az ígéretet. Tehát én azt tudom mondani, hogyha benne vagy egy helyzetben, és egy nehéz helyzetben vagy, akármiféle nehéz helyzetben vagy, egy dolog biztos, hogy a hited alapján elkezdesz cselekedni, elkezded az Isten akaratát cselekedni. És az Isten azt mondta, hogy a hit, a békességes tűrés, és az Isten akaratának a cselekvése által örökölni fogod az ígéretet. Amen? Tehát én azt tudom tanácsolni mindenkinek, magamnak is, hogy nem az a megoldás, hogy amikor a nehéz helyzetben vagyok, akkor visszavonulod, fújok, és azt mondom, na majd Isten, majd megmutatom én neki, hogy, 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 hogy akkor én se csinálom. Nem imádkozom, jól kiszúrok vele. Nem olvasom a Bibliát, jól kiszúrok vele. Nem adakozom, jól kiszúrok vele. Nem hirdetem az evangéliumot, jól kiszúrok vele. Nem jövök a gyülekezetbe, jól kiszúrok az örökké valóval. Tudod, kivel szúrsz ki? Magaddal. És kiderül az, hogy milyen a szíved. És lehet, hogy Isten pont ezt akarja, hogy a szívünk változzon meg. Amire én ki szeretnék lyukadni, az az, hogy hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve öröklöd az ígéretet. És mit tudsz tenni? Azt, tudod, azt el tudod dönteni a hited alapján, hogy függetlenül az állapottól, a körülményektől én az Isten akaratát cselekszem. A szent lélek által. És miközben cselekszed az Isten akaratát, Isten meg fogja változtatni a körülményeidet. És meg fog gyógyítani, és meg fog szabadítani. Én legalábbis ebben teljes szívemből hiszek. Ézsaiás 32-ből szeretnék olvasni nektek. Nyilvánvaló, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk ö, ilyen módon sűrgetni. Vagy sűrgetni tudunk, de nem tudjuk előidézni. A 15. verstől olvasom. Tehát a 14-től. El vannak hagyva a paloták, a vározzaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, ahol vatsza már kedvére él, a nyájak meg legelnek. Tehát egy nagy nyomorúság, tüske tövis borítja a földet, és ez addig tart ez az állapot, míg a 15. versben a következőt olvassuk. Míg lem, kiöntetik ránk a szellem a magasból, és lesz a puszta termőföldé, a termőföld erdőnek tartatik. És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog állni a termőföldön. És lesz az igazság műve bő, békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Tehát <kül> Mi nem tudunk ébredést csinálni. Mi nem tudunk meggyógyítani embereket. A természetes képességeink erre nem alkalmasak. De tudunk kiáltani az Úrhoz, hogy öntse ki a szellemét onnan a magasból. És tudjátok, az a helyzet, hogy kitölti. Kitölti, és ha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. És itt kapcsolódik egybe a reménység a hittel. A római levél negyedik fejezetéből szeretném ezt az igét olvasni, és ezzel zárnám is soraimat. Ábrámról szól ez az ige. Következőt olvassuk. Ábrahám, hogy megvan írva, hitt abban, hogy sok nép atyává tette őt az Úr. Ő olyan Istenben hitt, aki a halottakat megeleveníti, és azokat, amik nincsenek, 17. verstől olvasom, a hatalmas szavával elő tudja szólítani, mint létezőket, meglevőket. Ábrahám, így mondja itt a Károli fordítás, hogy a reménység ellenére, tehát a látható körülmények ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amit megmondatott, így lesz a te magod. Tehát mit mond itt? A látható körülmények ellenére reménykedve hitte. Ábrahám. Tehát ott volt benne Ábrámban összekapcsolódott a reménysége és a hite. Tudta az Ábrám, hogy ki az az Isten, akiben hisz. És tudta az Ábrám, hogy Istennek van ígérete ezzel a dologgal kapcsolatosan. Már hogy az izsákkal kapcsolatosan. Tehát volt egy reménysége az Isten felől, és várta az alapokkal bíró várost, aminek az építője az Isten, Várta az Isten országát, a mennyek királyságának a megjelenését. De várta a konkrét ígéretet is, az izsákot. És ez a hit, ez egy reménykedő hit volt. Ahol a reménység, ez a hosszú távú kapaszkodás, ez a megtartó erő összekapcsolódott az aktuális ígérettel. És ugye az Ábrámnak két kapaszkodót adott Isten. Hogy a gondolkodás módja, a beszéde és a cselekedetei hit alapján legyenek, és az egy életmóddá váljon. Éjszakára Isten adta a csillagokat, hogy Ábrám azokban számlálgathatta az utódait. Nappalra pedig adta a homok Hát ennyi neked is van. És azt mondja, reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, úgy, ahogyan Isten azt megmondta neki, hogy ez történik a te magoddal. A hitében erős lévén nem gondolt az elhalt testére, mint egy százesztendős lévén. Megtehette volna az Ábrám, hogy a testével foglalkozik, meg a sárának az elhalt méhével. De itt azt olvasok, hogy nem gondolt. Hát igenis, te határozd meg, hogy min gondolkodsz. Én azt szoktam mondani embereknek, hogy túl sokat foglalkozol magaddal, nem jársz jól. Nem magaddal foglalkozsz. Adhatok egy tanácsot. Foglalkozzál Jézus Krisztussal, gondolkodjál Jézus Krisztusról vagy az Atyáról, és gondolkodjál azon, hogy mit tudnál jót észrevenni, jót tenni a te felebarátoddal. Magaddal annyit nem érdemes foglalkozni. Az bízzad Istenre majd ő megváltoztat. Abban, amiben kell. Tehát nem gondolt az elhalt testére. Mint egy százesztendős lévén sem a sárának az elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, és dicsőséget adott Istennek. Szeretném mondani: a hit a reménység az örvendezik. A hit pedig dicsőséget ad. Miért ad a hit dicsőséget? Azért, amit nem lát még. Azért, amit. Nem tapasztal még azért, amire ígérete van az Istentől. És dicsőséget ad az Istennek, és benne marad ebben az állapotban. A hit háládatos, a hit nem zúgolódik, a hit nem gerjed ö, haragra. Legalábbis ilyen irányban. A hit hálás. Hálás. Azért hálás, ami még nem következett el. De ami az Isten ígérete miatt biztos. A hit ugyanis látja az ígérettevőt. A hit el van foglalva az ígérettevővel. A hitnek megnyíltak a szemei, és el van foglalva. Hát gondoljatok bele, ott volt az a Gutaütötnek a barátai. Hát lebontották a tetőt. Hát nem voltak eszüknél. Ha hát nem voltak normálisak olyan dolgot csináltak, amit nem szabad, ami nem normális. A barátjukat fölcibálták a tetőre, majdnem leesett. Vagy nem tudjuk. De benne volt a pakliba, ott kalapálták, szedték szét a házat, balhé volt a javából, és nem törődtek vele, mert el voltak foglalva azzal, hogy ha ezzel a Jézussal én tudom a barátomat találkoztatni, össze tudom hozni, akkor az én barátom meggyógyul. Két profétai üzenetet szeretnék befejezésül átadni nektek. Az egyik az így szól. Ma Magyarországon egy óriási hazugság özönnel állunk szemben, és az az Istennek az akarata, hogy mi legyünk az igazságnak a hirdetői, úgy, mint Noé. Nem a magunk igazsága, hanem az Isten igazságának a hirdetője. Ugye Noé azt hirdette az embereknek, hogy jön az özönvíz. Egy olyan állapotban hirdette, hogy jön az özönvíz, amikor még ennek semmi realitása nem volt, hiszen esőse esett akkor még. Nem volt ilyen vizes probléma. Noé az igazságnak a hirdetője. Volt. Most pillanatilag egy igen elterjedt nézet erdei körökben az hogy vallási körökben hogy hit, megtérés, újászületés nélkül lehet Istennel kapcsolatba kerülni. Nem lehet. Nem lehet. Kizárt. Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincs kereszténység. Szertartások, ritusok, felekezetek, egyházak nem üdvözítenek, egyedül a názáreti Jézus Krisztusba vetett személyes hit, meggyőződés, hit és újjászületés által lehet bemenni az Isten országába. Itt szeretném elmondani, hogy kedden 6 órára várunk mindenkit a Murány utca 61-be, a gyülekezeti irodába, mert víz és szentlélek kerességre kerül sor, erről fogunk tanítani, és a gyakorlatban is. Nem tudom, hányan vagytok itt, akik még nem születtetek újjá, akár víztől, akár szentlélektől. Egy pillanatra kérlek, hogy emelt fel a kezed, ha úgy vagy itt, hogy még nem születtél újjá. Ha neked szól az ének, tehát Murány utca 61-ben, és mindazoknak, akik ismertek a környezetetekbe, gyertek el. Jézus azt mondta, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha újonnan nem születtek víztől és szentlélektől, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Amikor ez a vallásos kábítás van, amikor egy elvetemült vallási közeg van, amikor kárhozatos hazugsággal fertőzik az embereknek az agyát, az értelmét, és azzal hitetik el az embereket, hogy ők kvázi hisznek Istenben, akkor bármi közük is van Istenhez, akkor nagyon fontos, hogy mi, akik megismertük az Istennek az irántunk való kegyelmét, szeretetét, szelítséggel és alázattal, de mondjuk meg az Istennek az igazságát, mint Noé tette. Egy ember, ha újonnan nem születsz, nem fogsz bemenni az Isten országába. Mert Jézus ezt mondta. Az ekléziának egy jó része korumpálódik, oda dörgölődzik a hatalomhoz. Különböző cél, ö, mindenféle indokokkal oda dörgölik magukat a hatalomhoz, a hatalomtól várják az ellátást. Mindenféle korrupt üzleteket ö, kötnek a hatalommal. És nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy Megőrzött minket ettől a kovásztól, a heródesnek, a farizeusoknak és a szadduceusoknak a kovászától. És nagyon hálás vagyok nektek is azért, hogy együtt mehetünk ezen az úton, és együtt követhetjük az Úrunkat Jézust, és hogy az Isten igényel szerint élhetjük az életünket. De én arra hívlak benneteket az Úrnak a szavával, hogy vedd föl ezt a feladatot, legyél az igazságnak a hirdetője. Ez nem azt jelenti, hogy mi különbek lennénk bárki embernél is. De az igazságot ránk bízta Isten ránk bízta, ránk, akik megtértünk, újjászülettünk, és hiszünk Jézus Krisztusban. A másik, hogy elindulnak jövő héttől, tudjátok, hogy minden vasárnap az egész emelet a miénk, az Isten kegyelméből. És én úgy hiszem, hogy ezt Isten azért adta nekünk, mint a talentumot szolgánál, ránk bízta a talentumot, hogy hogyan forgatjuk. És szeretném, hogy olyanok lennénk, mint a tíz, meg az öt, meg a két talentumos szolga. Isten ezt a helyet egy nagy berendezett vacsorázó helyé fogja tenni, hiszem. És Isten ezt a helyet olyanná teszi, ami az Ezékiel 48.35-ben le van írva, hogy az ő jelenléte itt lakik. Szeretnénk, hogyha az egész vasárnap, jövő héttől fogva megvan a program, és rövidesen Tudatni is fogjuk veletek, tehát még ilyen prospektusokat is készítünk. Egész nap szeretnénk, hogyha ezen a helyen lehetne találkozni Jézussal, hozzátok el a gutőtött barátaitokat, hogy találkozhassanak Jézussal. A hitetek így működőképesi, élő, így válik. Bontsátok le a tetőt, kerüljétek ki a sokaságot, és hozzátok el a barátaitokat. Jövő héten a Szabó Balázsnak a koncertje lesz, dicsőítő koncert lesz este. Rá egy hétre, 17-én és 24-én, három órától szeretnénk itt a gyereknevelésről egy ö, fórumszerű kurzust tartani, két héten át, az Ervin fogja vezetni, de mi is öt meg három gyerekes apák, meg anyákat is valószínűleg szóz, engedjük jutni, hogyha vállalják, nagy volt az igény rá, a diakónusin. Tehát szeretnénk a gyereknevelésről, szeretnénk, hogyha itt vasárnaponként megtelne ez a hely, Üdvözülőkkel. És hidd el nekem, hogy amikor elkezdesz az Istennek a szántó földjébe vetni, és el, a hited úgy fejeződik ki, hogy fontosabb lesz a saját egyéni érdekeidnél, a saját egyéni dolgaidnál az, hogy embereket mentsél meg a kárhozatból az üdvösségre, hogy felépüljön az Istennek a háza, hogy behozzad a Noé bárkájába az elveszendőket, akkor a hited aktívvá, élővé válik. És ami a, az üzenetem az az, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és ne legyünk olyanok, mint az egytálentumos szolga. Tudjátok vele, mi volt a probléma? Az volt az egytálentumos szolgával a probléma, hogy elásta. Azt mondta, hogy én megőrzöm a kis örök életemet, megőrzöm a kis kincsemet, megőrzöm, amin van, én itt, bent, magam, azt jól van. És mit mondott neki az ő ura, amikor jött vissza? Gonosz és reszolva. Resz ne legyünk ilyenek. Az a, az intő szózaton van hozzántok, meg magamhoz is. Amit Jézus mondott ennek a szolgáknak, akkor azt mondta, hogy vegyétek el tőle, és adjátok oda annak, akinek tisztálentuma van. Mert hát azt mondta, hogy akinek van, annak adatik. És bővölködni fog. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről ő esetleg úgy gondolja, hogy van. Tehát ne rendezkedjünk be arra, hogy megőrizzük a kis magunkét, hanem a hit pontosan azt jelenti, és erről szeretném, az egész üzenetem erre vonatkozik. A reménység az megtart, a reménységbe lehet örvendezni, de a hit az aktívvá tesz. A hit az birtokba veszi az ígéretet. Azt tudom mondani, hogy amíg lélegzet van benned, amíg föl tudod emelni a kezedet, amíg tudod a lábadat mozgatni, addig cselekedd az Istennek az akaratát, és bízz az ő hűségében. És Isten nem fog megcsalni téged. És nem fogsz megszégyenülni a reménységedbe. És ne állj meg azzal, hogy nekem annyi bajom van. Ne a magad bajával foglalkozz, hanem cselekedd az Istennek az akaratát, és meg fogsz szabadulni a bajottól. Ez a hit ugyanis. És a hit az egy aktivitást, az cselekvést, és ez a cselekvés, a hitnek ez a cselekedete, ez a szívbéli hit, amikor cselekedet megnyilvánul, ez mozgásba hozza. Rossz a kifejezés, de mégis valahogy így van, mozgásba hozza az Istennek a kezét. És a passzivitás, a, hit, a cselekedetek nélküli hit, az halott. És az az imám, és ezért szeretném, hogyha imádkoznánk, hogy lépjünk ebbe az irányba. Szerintem ebben egy gondolkodásmódbeli váltásra van szükség. Meg kell szűnni a fogyasztói gondolkodásnak, hogy én itt vagyok és áldj meg engem. Nem ez a helyes gondolkodás. Jézus nem azért jött, hogy őt megáldják, hanem hogy szolgáljon sokaknak. Te nem azért vagy itt, hogy Isten téged megáldjon, hanem azért, hogy rajtad keresztül Isten megáldjon másokat. És miközben így élsz, Isten téged is meg fog áldani. Meredek Hát akkor imádkozzunk.